Ön 8 éve több száz millió forintért hirdette, hogy ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Ön becsapta a magyarokat. Akkor bevándorlás elleni hisztériát keltett, mindenkit migránsokkal riogatott, most viszont éppen ön hozza be a vendégmunkásokat. Nem Gyurcsány, nem Soros, nem a gyíkemberek, a CIA, hanem ön. Vajon hogyan jellemezte volna 2015-ben a mai önmagát? Valahogy úgy, hogy ön egy migrációt támogató miniszterelnök, aki bevándorló országot csinál Magyarországból. Ön azt is hirdette, hogy idézem, ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket. Azóta kiderült, hogy ez sem volt igaz. Önök kiengedték a magyar börtönökből az elítélt embercsempészeket. Magyarországra pedig a mai napig tízezrével özöllenek az EU-n kívüli vendégmunkások. Előbb csak az akugyárakba, az egészségre veszélyes üzemekbe, de aztán ki tudja. Előbb vagy utóbb sok olyan magyar ember munkája sem lesz biztonságban, aki még ma nem is sejti, hogy le akarják cserélni egy még olcsóbbra. Mert a kulcs valójában ez. Önök olcsó munkaerővel akarják kiszolgálni a leggazdagabb nagyvállalatokat és multikat. Ha pedig már az unió második legrosszabb fizetését hazavívő magyarok is drágák, akkor jöhetnek a Fülöp-szigetekiek, a mongolok, az indiaiak, a kínaiak. A milliárdos elitnek és a multinacionális cégeknek teljesen mindegy, hogy magyarok vagy EU-n kívüli vendégmunkások dolgoznak náluk. Őket csak a profit érdekli, így ők mindig az olcsóbbat fogják választani. Ezért jóvá tehetetlen bűn, hogy ön a multik szolgálatában az olcsó munkaerőre építette a gazdaságpolitikáját. Ennek pontosan az a vége, hogy előbb-utóbb mindig lesz olcsó munkaerő, akár azon az áron, hogy a világ másik feléről kell majd idehozni. Árulj el, miniszterelnök úr, hány vendégmunkást akarnék behozni Magyarországra?